Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Önök az Oxigén Televízió esti híradóját látják április 29-én pénteken. Megint embercsempészt fogtak a rendőrök Hegyeshalomnál. Megkapta az NB1-es induláshoz szükséges engedélyeket a Gyirmót FC az MLS-től, és a feljutás szempontjából sorsdöntő meccset játszanak a hétvégén a labdarúgó NB3-ban. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte megmutatjuk, hogy melyek lesznek kiemelt témáink ma esti híradónkban. Csaknem 130 ezeren csatlakoztak idén a Teszed mozgalomhoz. Győrben és környékén is több helyen szedték az önkéntesek a szétszórt szemetet. A nagy sikerű nyitókoncert után ma újra a színpadra lépett a Győri Filharmonikus Zenekar Japánban. A zenészek megfeszített napon vannak túl. Különleges kifutót adtak át a győri Xanthus János állatkertben. A nézők testközelből találkozhatnak a Bennett kengurukkal. És tavaszias időre számíthatunk a hétvégén, csak szombat este várható némi csapadék. A részletes időjárással adásunk végén jövünk. A tavainál 13 ezerrel többen, több mint 128 ezerrel regisztráltak idén az országos szemétszedési akcióra. A Teszed résztvevői azt vállalták, hogy 2240 helyszínt szabadítanak meg a hulladéktól. A csütörtöktől vasárnapig tartó megmozdulással Magyarország egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakozott, amelynek célja nem csak a környezet megszépítése, hanem a szemléletformálás is. Alsónemük, cipők, állati koponya és egy pár gumicsizma. Ez mind az M1-es autópálya mellett került elő, az Iklényi felüljáró alól, ahol a győri börtön hat fogvatartottja gyűjtötte zsákokba a mások által eldobott vagy itt hagyott lomokat. Az országos akció mellett a szemétszedés része volt a Megbántam, jóvá tenném programnak is. Szeretnénk a közérdekében, tehát maga környezetért valamit tenni gyakorlatilag, és másrészt meg tulajdonképpen mégis egy kis szabadságot jelentett nekünk tulajdonképpen kis kapcsolódást. Az, hogy a bokrok mi mindent rejtettek, még Hajnal Szabolcsot is meglepte. Felháborítanak tartom egyrészt, mert nem tudom elképzelni azt, hogy hát esetleg ami vannak hivatalos lerakó területek, hogy nem lehet oda ezeket elhelyezni, mert maga a környezet tulajdonképpen annyira roncsoljuk ezzel, hogy hát ez a vízapordítatlanná válik. Nem csak a forgalmas utak mellett volt sok a szemét. Valaki ravaszd mellett az erdő közepén szabadult meg a felesleges holmiktól. A lomok eltakarításában a Kisalföldi Erdőgazdaság munkatársai és közfoglalkoztatottjai is részt vettek. Rendszeresen részt veszünk mi is ezen az akción, már sokadik éve. Mindegyik egységünknél folyamatos a szemétszedés, amúgy is az egész év folyamán, de ez egy kiemelt esemény nálunk is. Például tegnapi nap folyamán például a kapuvári erdészetünknél már közel 400 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze az önkéntesek. A szemetelők nem válogatnak, szinte mindent eldobnak az erdőben. Általában háztartási hulladék, de ugyanúgy az építkezési törmeléket is kihozzák az erdőkben, de sajnos előfordul, hogy Győr környékén például a lomizásból származó hulladékot is kiszállítják, és ugye az a mi feladatunk, hogy azt ugye onnan elvigyük, hogyha a mi területünkön van. A tavaszi nagytakarításra országosan több mint 128 ezer önkéntes regisztrált előzetesen, akik azt vállalták, hogy 2240 helyszínt tisztítanak meg. Győrben 41, Mosonmagyaróváron 15, Tatabányán pedig 23 ponton telnek a zsákok egészen vasárnapig. Tavaly 1590 területen 2300 tonna szemetet gyűjtöttek a résztvevők. 11 menekültet próbált egy személyautóban átcsempészni Hegyeshalomnál a magyar-osztrák határon az a román férfi, akit a rendőrök tartóztattak fel. Kiderült, hogy a szíriai migránsoknak nem volt engedélyük a továbbutazáshoz. A járőrök a sofőrt embercsempész és megalapozott gyanúja miatt a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályára előállították. Az autóját pedig lefoglalták, kihallgatásán elismerte a bűncselekményt. Mindenki a győri filharmonikusokat dicsérte tegnap este Nigatában, a La Forjournée nyitófogadásán, amelyet közvetlenül a zenekar fellépése után tartottak. Itt a társulat tagjai megkóstolhatták a helyi specialitásokat is, de aztán pihenni mentek a zenészek, hiszen ma is munkás nap volt, összességében 24 óra leforgása alatt 4 koncerten és 3 próbán is hely kellett állni a művészeknek. A fesztivál igazgatója köszöntötte elsőként a vendégeket Nigatában.
A győri Filharmonikus zenekar nyitó koncertje utáni fogadáson, ezzel hivatalosan is elkezdődött a La Folle Journée. A japán nagyváros polgármestere is megnézte a produkciót, és beszédében is utalt erre. A fesztivál testvérvárosunkban Nantból indult, és nagyon fontos programán nőtte ki magát az évek során. Örülök, hogy idén is nagyszerű művészek érkeznek ide. Köszönetemet fejezném ki a magyar zenekarnak, akik egy csodálatos előadásra rukkoltak elő itt nálunk, mondja a polgármester. Erről a zenekarnak is lesz két felvétele. Nagy Csaba ugyanis nem csak a kottákat arriválja, hanem megörökít minden fontosabb pillanatot is. További beszédek után jött a pohárköszöntő, így japán vendéglátójunk jóvoltából mindenki megkóstolhatta a térség legjobb italait. És ugye Yagimakitól már tudjuk, ez a legjobb szake, még akkor is, ha most nem apró kis faládikából, hanem pohárból kínálták. Ez a szake. Igen. Úgy néz ki. Erről beszéltem. Azért kell egyébként kis faládikából inni, mert az a rizspálinka illatára van kedvező hatással, az éhes gyomrokra pedig ez a jól előkészített pult, amin meg sem merem mutatni, még sült krumplit is találtam. Berkes Kálmánt, az est karmesterét is mikrofonhoz szólították, aki a tőle megszokott humora mellett még egy kis történelem órát is tartott arról, hogy annak idején hazánk és Japán még egymás szomszédai voltak, minden mindketten elindultunk valamerre, mi nyugat, ők pedig kelet felé. The Japanese they went to east and the Hungarian went to west. Kampai. Másnap már nyugodtabb körülmények között kértem a győri Filharmonikus zenekar művészeti vezetőjét, hogy az interjú során írja be a piros pontot valamennyi kollégája ellenőrzőjébe. A zenekar tagjainak nagyon szívből kell, hogy gratuláljak, mert azért egy ilyen hosszú repülőút után két nappal átállás még nagyon-nagyon nehéz. A második nap ráadásul a rosszabbik. És tehát ugye kétszer aludtak itt, és akkor jött ez a koncert, a bemutatkozásunk. És szerintem mindenki nagyon koncentrált, összeszedetten játszott a zenekar, szinte semmilyen hiba nem volt. És tényleg egy átéléssel, lendülettel, és hát óriási siker volt, úgy bár, hogy azt nem kell magyaráznom, a felvétel fogja bizonyítani. A zenekar tagjait is lenyűgözte a terem akusztikája. Mint mondják, ez a nehezebb technikai megoldásoknál is segít. Fantasztikus érzés itt lenni először is azért, mert egy különleges ország, egy különleges kultúrával, és a koncertteremtől kezdve az ételeken át, az embereken keresztül egyszerűen egy olyan világba csöppentünk ide, ami egy nagyon rendkívül és nem hétköznapi. Nagyon nagy élmény volt tegnap este a nyitókoncerten játszani, mert egy szenzációs akusztikájú teremben játszhatunk, és mint megtudtuk, itt csak ilyen és jobbnál jobb termek vannak. Szerintem jó sikerült koncert, de nagyon örülök, hogy itt vagyunk, és itt játszunk. Arigatou gozaimasu. Közben már gyülekezik a közönség. Ma 3 koncertje is lesz a zenekarnak, az elsőt kimondottan gyerekeknek tartják. Meglepetésemre nem csak iskolások érkeznek, hanem óvodáskorú gyerkőcök és egészen apró babák is. Amíg mindenki elfoglalja helyét, a zenekar tagjai közül többen otthoni hobbi tevékenységüket végzik, mert hogy rend a lelke mindennek itt is. Kihasználom az alkalmat. És már úgyis nagyon hiányzott a vasalás, úgyhogy most már kezdem otthon érezni magam. Mert ugye csak bedobtam a bőrönbe, összegyűrve az ingeket, és tudtam, hogy Japánban vasalnak az emberek. Így fogom tudni vasalót is szerezni. Rendesen. Jó, összehajtani kevésbé tudom kivasalni. És akkor érkezik a japán Sarek Zsuzsi, hogy meséljen a darabról a gyerekeknek. Ő is ugyanolyan kedves és talpra esett, mint a mi Zsuzsink, és tudja, hogy kell bánni a kicsikkel. A koncert előtt így beszólítja Sasa Dangorót és Hanano Komacsit. Hogy ők kicsodák? Rajzfilm hősök, akik éppen itt Niigatában mentik meg a világot. Itt jegyezzük meg, hogy a manga, vagyis a japán képregény legnevesebb alkotói közül sokan éppen itt a városban születtek. No de vissza a koncertre, amiben minden résztvevő profin viselkedett. A kisgyerekek, a babák természetesen gügyögtek és sírdogáltak, a szülők próbáltak őket nyugtatni, a zenekar pedig tökéletesen előadta a művet, bár kétségtelen, hogy a hangosabb szólamoknál könnyebben felvették a versenyt a nézőtéren ülő túlerővel. Alig több mint egy óra szünet után pedig már a Kodoma nővérekkel együtt lépett fel a zenekar. Momo és Mari sokat játszott az öreg kontinensen, de most az oszakai születésű zenészek tulajdonképpen hazai pályán léptek fel európai zenekarral. Az állatok farsangjában előbb Horváth Mihály,
majd Stamp Sándor szólójátékát csodálhatta meg a közönség. Utóbbi annyira jól sikerült, hogy a japán közönség a végén még meg is tapsolta. Ez itt azért megy csodaszámban, mert a darab közben a nézők egyáltalán nem ütik össze a tenyerüket, még a szóló végén sem. Csak a zenemű végső befejezése után jön a taps, akkor viszont kamatostul. Mint arról már beszámoltunk, az első előadáson Győre Nórát is igencsak megünnepelte a közönség. A hegedű művész koncertmester is volt több előadáson. A felelősségem nagyobb, tehát hogy azért a karmester után, ha még néznek valakit a zenekarba intések miatt, az én vagyok, úgyhogy a teher az rajtam is van. Fantasztikus ez a terem itt Négátában, hatalmas élmény. Otthon is jó persze játszani, de ennek a teremnek pont az a sajátosság, hogy én csajkoszt kihagyjuk tovább a szólót, egy hárfa kísérettel játszom egy részt, és mindenhonnan abszolút jól lehet hallani. Tehát nekem se kell erőlködnöm, vagy forszíroznom, hogy minél hangosabban játszak, hanem tökéletesen visz a hang. Akik nem szerepeltek ezen a második előadáson, akár csavaroghattak egy kicsit. A koncertteremtől alig pár perc járásra található a Hakusan Park, ahová ezen a kapun léphetünk be. Ezt a tradicionális japán kapuformát torinak hívják, általában a Sintó szentélybe vezető utat jelölik. A mai napig nem tudták eldönteni a név eredetét, mert az biztos, hogy a madár és az ól jelekből áll össze a szó, de hogy kakasok ültek rajta, vagy a madaraknak, mint az Isten hírnökének a dicsőségét hirdetik, esetleg a haladj keresztül is lép be kifejezésből származik, a mai napig vita tárgya. Egy azonban biztos, találunk szentét a kapu túloldalán. Becslések szerint itt Japánban többi 80 ezer kisebb és nagyobb Sintó szentély található, de ez a szám csupán az ott élő papsággal rendelkező szentélyeket veszi figyelembe, a kisebbeket, mint például az útszéli vagy a háztartáson belüli szentélyek, ezek nincsenek benne, ez több millióra megdobná a végeredményt. Az egyik szokás az ema. Ez egy kis fatáblát jelent, amire a kívánságokat szokták írni, és ha beteljesül, akkor még egy táblát fellógatnak, mert arra meg ráírják, hogy köszönjük. A gyerekeknek már Hello Kitty is van. Becslések szerint több mint 20 ezer terméket árulnak a legnépszerűbb japán mesefigurával, és amint látjuk, kívánságkártyás is van. No de elég a meséből, hiszen mindjárt jön az újabb előadás, amire, mint ezt a tábla is mutatja, minden jegy elkelt. Nincs könnyű dolga a Győri Filharmonikus Zenekarnak, a társulatra ugyanis immáron a negyedik előadás vár 24 óra leforgás alatt, és volt közben három próba is, ráadásul a zenészek közül sokan ott voltak mindannyiszor a színpadon. A társulat a fáradtság ellenére azonban óriási sikereket ér el itt Nigatában, hogy mi történik ezután, hamarosan erről is beszámolunk. Az Oxygen Televíziót Meronka Péter tudósította Japánból. Különleges kifutót adtak át a Győri Xanthus János állatkertben. Afrika és Ázsia után Ausztrália állatai is közelebb kerültek a látogatókhoz, mivel a kifutóban szabadon mozoghatnak a kenguruk az emberek között. A tervek szerint idén Dél- és Észak-Amerika állatai is kapnak hasonló kifutót. Afrika és Ázsia után Ausztrália állatait is közelebb hozták a látogatókhoz a győri állatkertben. A kifutó különlegessége, hogy a kenguruk szabadon mozoghatnak az emberek között. A látogatók minden akadály nélkül figyelhetik meg közvetlen közelről a bemutatott állatokat, és furcsa talán, de a bemutatott állatok is közvetlen közelről szórakozhatnak az őket meglátogató látogatókon. Nagyon jó dolog, és hát nagyon kreatív és ötletes, ezt már megszokhattuk, hogy minden évben ilyen fejlesztések vannak, de láttuk már most a gyerekektől rendkívül népszerű volt, hogy fogadták az itt lévő kengurukat. Azt gondolom, hogy muszáj, hogy ilyen fejlesztések legyenek 21. századi módszerek, hiszen korábban az volt a szokás 20-30 évvel ezelőtt, tényleg egy szűk ketrecbe bezárt állatok voltak, így meg közel lehet hozzájuk kerülni, és azt gondolom, hogy még jobban megkedvelik az emberek és a fiatalok különösen a természetet. Helyi képzőművészek alkotásai díszítik a kifutót, ami teljesen autentikus, így a kenguruk igazán otthon érezhetik magukat. Kicsit szakadt, lepusztult vidékies módján, egy üledező faház, egy rozsdás vaslemezzel fedett veranda, és hát a nélkülözhetetlen szélkerék, ami a vizet hozza fel a méről, egy rozsdás vashordóba, ahonnan egy fa csatorna rendszeren az állatok itatójába folyik. Itt a szélkerék valódi, a rozsdás vashordó valódi, és még a víz is folyik belőle. Az Ausztrália kifutóban összesen 6 felnőtt és 4 kölyök kenguru él, a nőstények erszényében pedig már növekszik a következő generáció is. Én neked nagyon tetszik amúgy is. Nagyokat tud ugrálni. Nagyon erősek is. Talán 100 kiló. Hát tudnak a farmokon egyre. Van, amiben szállítják a kicsinait, olyan kicsinait. Ugyan hozzájuk már nem lehet bemenni, de a kenguruk mellett helyet kapott egy emu család is.
Az állatkert célja idén, hogy minden kontinens állatvilágát közelebb hozza a látogatókhoz. A tervek szerint az észak- és dél-amerikai állatok kifutója is hamarosan elkészülhet. Háromnapos díjlovagló fesztivál kezdődött Mária Kálnokon. A nemzetközi eseményen a nézők a Póni Európa bajnokságok résztvevőivel és olimpikon lovasokkal is találkozhatnak. A hétvégén több mint 100 lovas ül nyerekbe. A versenyen jól szereplők akár Európa bajnoki kvótával is gazdagodhatnak a hétvégére. Nemzetközi díjlovagló fesztivál tartanak Mária Kálnokon. Bár még egy új versenyről beszélünk, így is 12 nemzet, mintegy 120 versenyzője ül nyerekbe a három nap folyamán. Az április 28-tól május 1-ig tartó rendezvényen a legkisebbek póni versenyétől a felnőttek viadaláig mindenre sor kerül. Utóbbiban pedig még olimpiai bajnok versenyzővel is találkozhat a közönség. Ez egy háromcsillagos nemzetközi verseny, tehát ez egy nagyon rangos nemzetközi szinten is. Mi most itt először rendezünk ilyet, ahhoz képest nagyon sokan jelentkeztek, és elég elismert mindenhol Európában. A versenyen résztvevők világranglista pontokat is szerezhetnek. Az első nap a kötelező elemeket mutatják be a fiatalabbak. Az előadásokat pedig nemzetközi zsűri pontozza. Hogy mi fontos egy díjlovaglónak, arról egy hétszeres magyar bajnok világosított fel minket. Egy nagyon szorgalmas lovas, utána, tehát ugyanolyan szintre lehet ugyanúgy, mint egy tehetséges. Igazából mindenképpen egy jó testalkat, jó kondíció, jó egyensúlyérzék, igazából ami a legfontosabb így a lovaglásban, hogy valakiből jó lovas lehessen. Ezen kívül pedig a legfontosabb a jó ritmusérzék. A szigorú szemű zsűri is ezt figyeli leginkább a bemutatók során. A nemzetközi bírók közt pedig természetesen magyarral is találkozhatunk. És ha már így van, akkor be is avat minket a díjlovaglás zsűrizés rejtelmeibe, hogy mire is kell figyelni a ritmuson kívül. Fontos, hogy a lovas mennyire precízen hajtja végre az egyes feladatokat, pontosan a betűnél hajtja-e végre, illetve milyen állapotban van a lova. Tehát az előbb beszéltem az ütemről és az elengedettségről, tehát az egyes feladatokban, és ezt mindig megnézzük, hogy ez jelen van-e az ütem, az elengedettség, száronlét. A kiemelkedő és látványos rendezvény legnagyobb attrakciója a szombat esti showverseny, illetve a vasárnapi nagy díjkűr lesz. Ezen szeretne részt venni a kétszeres olimpiai bajnok Ulasz Zálcgéber is, aki szinte már hazajár a Mária Kálnoki pályára. Otthon érzem itt magam, és ha valahol otthon érzem magam, akkor mindig jól esik lovagolni. Sok embert ismerek már, ismerem a létesítményt, vannak itt barátaim, szóval itt mindig jó a kedvem, mert szinte otthon vagyok. A bajnoknő szerint ebből a sportból nem lehet kiöregedni. Ezt addig kell csinálni, amíg az ember élvezi és jól érzi magát lóháton. Ő pedig, bár már olimpiára nem készül, még mindig jó formában van. A vasárnap délutánig tartó rendezvényen erre több számban is lesz lehetősége, hogy bizonyítsa. Két négyes döntőt is játszik egymás után a győri Audietto KC. A női kézilabdások ezen a hétvégén a Magyar Kupában, majd a jövő héten a Bajnokok Ligájában is kétszer egymás után lépnek pályára. A most hétvége pikantériáját az adja, hogy a győriek már az elődöntőben összecsapnak a Ferencvárossal. Az idei új szabályok, valamint a sorsolás szeszélye úgy hozta, hogy már a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében összecsap egymással a győri Audietto KC és a Ferencváros. A győriek mindenképpen lélektani előnyből várhatják az összecsapást, hiszen az utóbbi hetekben többször találkoztak egymással a felek, és mindannyiszor nagyarányú Eto'o győzelem született. Való igaz, hogy az elmúlt mérkőzések nagyon jól sikerültek a Fradi ellen, de a legfontosabb, hogy most ezt elfelejtsük, és véletlenül se gondoljon senki arra, hogy most ez az elődöntő könnyű lesz. Sőt, még jobban kell koncentrálnunk, hiszen biztos, hogy a Ferencváros is nagyon készül ellenünk. Ezt pedig a lányok is így gondolják. Jó hangulatban ugyan, de megalkuvás nélkül készülnek a csatára. Valóban fontos, hogy ne bízzuk el magunkat, de azt gondolom, hogy ez nem is jellemző a csapatunkra. Mindannyian keményen készülünk, és bízunk benne, hogy jó meccset játszunk, amit személy szerint is nagyon várok. Az Audietto KC egyébként 11-szeres kupagyőztes, ebből Görbic Anita 10-szer emelhette magasba a kupát. Tavaly várandósága miatt nem lehetett ott a csapatban, idén azonban újra ünnepelne. Nagyon-nagyon fontos nekünk az, hogy tényleg a Final Four-ra legyen a csúcsforma, és azon vagyunk nap, mint nap, és mivel minden nap többet akarunk, remélem, hogy szombaton és vasárnap is még többet fogunk nyújtani, és szerintem nem lesz a csapatban az, hogy foglalkozunk az előző két-három mérkőzéssel.
100%-osan oda tesszük magunkat, és amennyivel tudunk, annyival nyerünk. A győri Audietto KC és a Ferencváros összecsapása szombaton délután 4:15-kor kezdődik Sziget-Szent Miklóson, a másik ágon pedig a Fehérvár és az Érd találkozik a vasárnapi döntőbe jutásért. A licensz nem lehet akadálya a Gyirmolt FC feljutásának, megkapta ugyanis az NB1-es szerepléshez szükséges engedélyt a Kék-Sárga együttes az MLS-től. A Gyirmolt jelen pillanatban 14 ponttal vezeti a másodosztályú tabellát 6 fordulóval a bajnokság vége előtt. A licenszadó bizottság az NB3-as Eto FC Győr másodosztályú licensz kérelmét is elfogadta, ugyanakkor a Moson-Magyaróvárt hiánypótlásra szólította fel, amelynek a klub eleget is tett. A hajrához közeledik a labdarúgó NB3 nyugati csoportja is, a hétvégén már a 29. fordulót játsszák a csapatok. Szombaton a Komárom-Esztergom megyei csapatok lépnek pályára, a Dorog a Balatonfüredet, míg a Tatabánya a Csepelt fogadja. Mindkét mérkőzés 17 órakor kezdődik. Vasárnap két rangadót is játszanak, a Videóton 2 és a Moson-Magyaróvár egyenlő pontszámmal állnak a tabella 3., illetve 4. helyén. Az Eto FC Győrnek nagyon kellenének pontok, hogy maradjon még lehetőség a feljutásra, de ezeket a listavezető Ferencváros 2 otthonában kellene megszerezni. A Csorna együttese az MTK második csapatával találkozik. Ezek a meccsek vasárnap délután 5 órakor kezdődnek. Április közepén érkezett haza az Egyesült Államokból Fazekas Zúr Krisztina, a Graboplasz Győr olimpiai bajnok kajakosa nagy reményeket fűz a válogatóhoz, szeretne ugyanis több számban is rajthoz állni Rióban. Én nagyon örülök neki, hogyha van időm és el tudok menni a gyerekeket így inspirálni, meg egy kicsit jövőt mutatni nekik. A Facebookon is megosztotta Fazekas Zúr Kriszta azokat a képeket, amikor Szolnokon 4. osztályos tanulóknak mesélt arról, mit is kell tenniük, hogyha a sportban vagy az életben el akarják érni a kitűzött céljaikat. Az olimpiai bajnok kajakos nagy figyelmet fordít a Bajnokok útja alapítványra. Ennél nagyobb örömet csak az jelentett neki, hogy kisfia villámgyorsan átállt a kaliforniai időről a szolnokira. 9 óra az eltolódás, és valamikor jobban megy most idén. Most, amikor jöttünk haza, valahogy egy kicsit nehezebben ment, úgyhogy olyan péntekig, szombatig küzdöttem. Akkor olyan elég fáradtnak éreztem magam egész nap. A Noah elég gyorsan átállt, úgyhogy ez nagy segítség, mert hogyha ő alszik, akkor mi is. Krisztának 2 hónapig a kisfia mellett volt még 3 lánya is. Farkasdi Ramona, Célai Zsófi és Homonai Luca ugyanis vele készült az Egyesült Államokban. Nagyon jó volt, tényleg úgy vártam már őket, mint a messiást, és tényleg nagy örömöm volt abban, hogy ők ott voltak, mert azért egyedül edzeni néha kicsit úgy agyilag megerőltető, így meg automatikusan megy az ember, hogy várják, és hogy csapatba kell lenni, és ráadásul nagyon jó fejcsajok voltak, sose volt semmi nyafogás vagy negativitás, úgyhogy nagyon jó csapat volt, és úgy érzem, hogy nagyon sok munkát meg tudtunk együtt csinálni. A célokhoz persze rengeteget kell edzeni is. Ez most egy olyan év nekem, hogy most úgy minden klappol. Szóval a Noah is már elég nagy, hogy tudjak fókuszálni jobban magamra, meg már a terhesség után is a regenerálás úgymond megtörtént, úgyhogy visszanyertem a régi formám, sőt talán jobb formában is vagyok, mint anno. Úgyhogy úgy érzem, hogy most úgy minden a helyén van, és jó lenne, hogyha az eredmények is ezt tükröznék. Én nagyon sokat edzek egy nap. Én minden nap futok, és minden nap kondizok, és emellett kétszer evezek. Már amikor a legkeményebb 6-8 hetem volt most, mielőtt jöttünk haza, ez a 8 hét ez így telik el, de persze előtte azért van egy rávezető szakasz, amikor kevesebbet edzek, akkor csak egyet szoktam evezni, még úgymond egyet se egy nap, van amikor surfskizek, van amikor outrigger, van amikor stand-up, úgyhogy az ősz az úgy szokott eltelni, hogy azért a kajakot egy kicsit úgy mellőzöm, de azért evezek más vízi alkalmatosságokon, és hát a kondit is ugye felépítjük, meg a futást is, és most az elmúlt 8 hét volt az, ami nagyon kemény volt, de most megyünk lefelé a napi edzésekkel, és inkább az intenzitást növeljük. Csak nem 130 ezeren csatlakoztak idén a Teszed mozgalomhoz. Győrben és környékén is több helyen szedték az önkéntesek a szétszórt szemetet. A nagy sikerű nyitókoncert után ma újra a színpadra lépett a Győri Filharmonikus Zenekar Japánban. A zenészek megfeszített napon vannak túl. Különleges kifutót adtak át a győri Xanthusz János állatkertben. A nézők testközelből találkozhatnak a Bennett kengurukkal.
Itt a hétvége, így rengeteg izgalmas programból választhatunk majd, amelyekből Korodi Petra válogatta ki nekünk a legjobbakat. Szia Petra! Szia és köszöntöm a nézőket! Családi nap a nőiesség jegyében a hétvégén Győrben. Szombaton délután 2 óra és 5 óra között várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. Öltözködési és szépészeti tanácsadással a rendezvényről bővebben Csikár Krisztina főszervező kozmetikus mester beszél. Fontosnak tartom, hogy megismerjük önmagunkat, és ennek a tudásnak a birtokában egy kiteljesedett, magabiztos emberré válhassunk. Ebben szeretnénk most az ipartestület szervezésében 4 szakmacsoportban egy kis ízelítőt adni a résztvevőknek. A fodrászat, a kozmetika, a varró, tehát kézműves szakma és a belvárosi üzletek szakosztályából lesznek a szakemberek ebbe a 3 órába a látogatók segítségére. És természetesen, mivel másnap anyák napja van, a varrós kolléganők készülnek, és egy kis ajándékkal térhet haza minden látogató, amit másnap anyukájának átadhat, plusz, hogy a gyerekeket még jobban elcsábítsuk a pászétterem jóvoltából, fagylaltosztás lesz. A rendezvény tehát szombaton délután 2 és 5 óra között várja az érdeklődőket. Aztán Városi Majál is lesz a hétvégén Moson-Magyaróváron a Wittmann Antal Parkban. Szombaton Tóth Vera és a Neoton, amíg vasárnap Janicsák, Veca és Karamel is koncerteznek. Számos látnivaló is a Majál is elmaradhatatlan kellékei holnap és holnap után Moson-Magyaróváron a Wittmann Antal Parkban, és a Futura is várja a látogatókat Majálissal ezen a hétvégén Moson-Magyaróváron. Aztán májusfaállítás és Majál is Tatabányán a hétvégén, szombaton Felsőgallán a Széchenyi István Művelődési Ház udvarán lesz az ünnepélyes májusfaállítás, 16 órakor kezdődik, vasárnap 14 órától pedig Alsógallán állítanak májusfát a József Attila Művelődési Háznál. Adásunkat időjárás jelentéssel folytatjuk. Nem várható eső szombaton Magyarország északnyugati felében az előrejelzések szerint. Kellemes, napos tavaszi időre van kilátás. Szombaton hajnalban még nagyon hideg lesz, csupán 3 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. A nap felkelte után azonban gyorsan melegszik a levegő, így reggelre akár 14 fokot is mérhetünk majd. Naposan alakul a szombat délután is, a maximum 14-18 fok között várható. A szombat este is tiszta lesz, a nap végén 8-10 fok valószínű. Marad a napos időjárás a folytatásban is északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Vasárnap a változóan felhős időben azért napsütésre is kell számítani. Reggel és este 6, amíg nappal 18 fok várható. Hétfőre még kevesebb felhőt és még több napsütést mondanak a meteorológusok. A reggeli és az esti órákban 7, amíg nappal 16 fok várható. Kedre is marad a napos idő, a nap elején és végén 7, amíg napközben 19 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták április 29-én pénteken. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket. Érdemes lesz velünk tartani a hétvégén is, hiszen rengeteg izgalmas programmal várik Önöket a következő 2 napban. Friss híradóval pedig legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Kellemes hétvégét, jó pihenést kívánok mindannyiuknak, vigyázzanak magukra, a viszontlátásra! Thank you.